Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Conqueror 940 Anno Domini. Lássuk! Mire megyünk? No. Azt hiszem némi tutoriált élvezkedhetünk. Oké. Itt lehet majd építkezni, meg mi egyéb. Úgy döntöttünk, hogy egy bölcs vigyillót húzunk föl. Jippi! Hosszú utazásból nem túl jó az egészségünk, úgyhogy növesszük azt. Gondolom ez aranyba vagy valami ilyesmibe kerül, csak nem jelzi. Sárga csík. Csak annyi emberünk van, amennyi. És minden parancs végig megy. Körökre osztott ezek szerint a jellegünk. Még két kört ugrunk. Jippi! Na most már tudunk kutatni, és egyel nőtt az egészségünk. Wuhú! Tanuljunk gazdaságot. Megtanuljuk, hogyan kell utat építeni. Yeah! Hát úgy látom, a tutoriál nem viszi túlzásba a helyzetet. Minden a részleten apránként arrébb küszködik. No. Több kereskedőnk lesz, ha minden igaz. 5 nap, amíg megépül. Remélem ennél tartalmasabb lesz a tutoriál, hogy most 5 kört átpörget. Oké. Oké, zenét át tudjuk ugrani, ha éppen nem tetszik, az legalább jó hír. Ó, oh, building queue. Az jól hangzik. És innen tör ránk bízza. Uhú. Hát alapvetően mindegyik jól hangzik. Háború. Védelem. Blacksmith az biztosan kell. Tudunk egyszerre párhuzamosan többet is fejleszteni? Azt hiszem igen. Jó, készépületek, kutatás. Olyan, amilyen, majd egyszer lesznek. Kérdés, hogy mindegyik halad-e vagy sem, az egy nagyon-nagyon nagy kérdés, és itt láthatjuk a hatalmas birodalmunkat.
nem egyszerre egy valamit fejlesztünk. Annyi, hogy a tréning az mehet mellette. Akkor legalább. No, hát akkor az első szakasz az viszonylag egyszerű. Várjuk, amíg a következő épület elkészül, és bármi egyéb lesz. Két nap az építkezéshez, meg nem tudjuk mennyi a fejlesztéshez, plusz közben tanuljuk, hogyan legyünk egészségesebbek. Mert azt tanulni szoktuk. No, de lassan meg vagyunk azért a következő szakasszal. Remek. Küldhetünk embereket a egyéb királyságokhoz. Innen már lesz diplomáciánk. Nem vittük túlzásba még a feladatot. Királyságok és hölgyek. Ezek szerint majd lesz valami házasság vagy vidéke. Lehet tanulni kereskedelmet, jól hangzik. Jó. Kivel akarunk, fogalmam sincs. Nem mondanak egyik se. Semmit. Legyen az egyik. Na, de ennyi az opciónk, jó. És azt hiszem, mivel még fejlesztünk, így következő épület nincs, amit építhetünk. Na, de legalább már az úthálózat megvan. Vuhú! Oké. Utaznak a felderítők, kereskedők, mi egyebek. Gyakoroljuk, hogy hogyan kell kereskedni. Egyszer még hasznos lesz. Elkészült a kutatás. No, fegyverkovács, de ahhoz kéne wood, több fa. Oké, akkor gondolom, ahhoz kéne az erdőség. No, de ez esetben akkor van még időnk egyéb dolgokra. Vagy nem. Majd kiderül. Jó. Bartering skill kinőtt. Nem kéne ide fölkerülni egy... barteringnek? Lehet csak olyan ötletként. Nem tudunk kereskedni, úgyhogy azt nem érdemes. Akkor addig tanuljunk tovább. Kereskedelmet. Hát, ha lesz belőle valami. Nem élhet, hogy nem vesznek el a szkíjeink. Egy egész aranyat kapunk, wuhú. Na, van vasai és érce a kiválasztott birodalomnak. Az is valami. Ennyit már tudunk róluk.
Oké. Alapvetően értjük a koncepciót. Persze, mivel nincs mivel összevetni, így fogalmam sincs, hogy melyik jó és melyik rossz. Azt mondta, hogy olcsón van fémje, meg érce és drágán szeretne kaját, de... Ahogy említettem, erről fogalmunk sincs, mert fogalmunk sincs alapvetően. No, se baj, várjuk a következőt. Képzettségünk nőtt egyet. Na, jobb ilyen fejlesztjük tovább. Bár azt hiszem a következő körben lesznek egy gondjaink, hogy most majd kell építeni végre az erdőséget. És szeretnénk kutatni is. Hogy nézzünk ki jól, de úgy érzem, az nem annyira fontos most. Városháza. Granary. Ez csinál kaját. Jó, hát akkor az kell. Abban úgy érzem, megegyezhetünk, hogy kaja meg mi egyéb az kell. Most, hogy miért mínuszos a gazdaságunk jelenleg, azt nem tudom megmondani, de kirtelen az lett. Ja, mert építjük a... Hogy hívják ott? Házat. Jó, a Florencia királynője az aranyban gazdag. Az is valami. Lássuk. Hát Florencia sokkal olcsóbban ad mindent, megmondom őszintén. Persze semmink nincs. Igazából ez az egész kereskedelem egyelőre fölösleges. Jó. Hát menjünk el mindenhova, gyűjtsük össze legalább a partnereket. Az legalább egy kezdőpont lesz. Valamire. Miközben lassan-lassan küzdünk tovább. Hogy legyen végre fatermelésünk. Meg majd utána kaja. No és... Elkészült a kutatás. Jó. Igazából mindegy. Mindegyikkel és egyikre sincs meg igazából az erőforrásunk. De érdemes azt hiszem mindig tolni őket. Ha belefér a keretbe. No, mindjárt meg lesz végre a fatermelés. Meg a kutatás, öttel nő a fabevétel. Építhetünk Granaryt, igazából csak több kaját tudunk tárolni. Ez viszont több bevételt hoz. Úgy érzem, az hasznos. No.
több bevétel, több fa, hárommal 15%-kal. Hát ez egyik se adja a kaját. Valahogy azt gondoltam volna, hogy itt kajabevételünk lesz majd valahonnan. De úgy látom, mi mindenhonnan egyéb dolgokat küzdünk. Hát, ez jó kérdés. Menjen először a Scribe. Talán. Majd persze kiderül, hogy melyikkel járok jól, vagy nem. Vagy akár bármelyikkel is. Jól járok, vagy sem. No. Lehetne kereskedni. Ide-oda, amoda. Tőle lehet venni most relatív olcsón dolgokat. 80-ért vehetünk egy csomó kaját. Vagy 100-ért. Legyen az. Aztán majd kiderül, hogy mennyiért tudjuk eladni azt a kaját. És hogy egyáltalán az hasznos, hogy csináltunk egy ilyet. Vagy sem. Hát igazából rengeteg faj érkezik. Arany az nem annyira. Úgyhogy azon majd kell küzdeni, bár elvileg most majd növesztjük a... Több lakosság, helyes. Helyes, azt mindig szeretjük. Egyikre sincs meg az emberünk. Egyik épületre se. Egyelőre akkor kutassunk, vagy fejlesszünk képzettségeket. Minimális bevétel. Megjött az 50 kaja, vagy 25 kaja, vagy mennyi. Ennyiért tudjuk eladni. 9, 10. No, 100-ért vettük, 250-ért adjuk el. Nem tűnik rossznak. Én úgy érzem. De lehet, hogy én vagyok fura csak. Lehetne nagyobb. Tanya. Kutatásra. Majd kiderül. Jó. Megvan a képzettség, hogy jó vagy sem, az majd kiderül. Tanuljuk tovább. Jobb híján. Kéne falak és egyebek. Oké. Hát legyen trench, nem tudom melyik a jobb. Ezek különösebben egyike se hasznos most azonnal. Scribe. 600 meg... 500 meg mi egyéb. Picit drágák vagytok. Picit elképesztően drágák vagytok.
nem tudom, honnan kéne nekem összeszedni azt a végtelen zsetont. Bár kétségtelen, azért a kereskedelemből jött egy jó bevétel, mint látható. Hogyha találunk egy olcsó forrást, akkor azért lehet itt valamit játszani rajta. ...39 az érc. Megkockáztatjuk? 11-ért megvesszük. Megkockáztatjuk. Ja, ha vesszük, akkor csak 2-10. Jó, az még jobb. Ha 10-ért vesszük, akkor a barteringünk, úgy látom, az segített. Egy picit. Nem sokat, de egy picit azért segített. Elloptak 20 aranyat. Nincs is 20 aranyunk. Kellemetlen. Halad tovább a fejlesztés, mert különben nincs bevételünk. Megjött a kő. Jó, keressünk valakit, akinek eladjuk a követ marhadrágán. 37. Na, az már jól hangzik. Még ha jó eséllyel persze hülyére fognak fosztogatni. Hamarosan. No, mi kell nekem? Alapvetően annyi, hogy várjuk, hogy meglegyen a következő fejlesztés. Koncepció nem rossz, csak egy kicsi lassú. Úgy érzem. No, elvileg következő körre meg lesz a kereskedelem is, meg a trench. És akkor építhetünk valamit. Csökkenti a fosztogatást. Vagy megcsináljuk a blacksmith-t. Azt hiszem azzal járok jobban. Megcsináljuk a blacksmith-t. Jó. Kereskedelem. El tudunk adni fát. 375 ér. Az úgy érzem belefér. És más nem. Pontosabban fogunk kutatni, mert kutatni mindig jó. Na hát, lassan-lassan építkezünk. Nyilván folyamatosan öntjük bele a felszerelést, de hát nem egy száguldozó feladvány. Ha csak ennyi. No, épül minden, egyelőre jók vagyunk. Egyelőre nagyon jól állunk. Ah.
Az a baj, hogy sosem értem pontosan, hogy most mikor adunk el és mikor nem. Remélem nem vettem fát, marha drágán. Pedig valószínűleg ez volt. Vettünk fát, tök fölöslegesen, és marha drágán, miközben van fatermelésünk, tehát el tudnánk adni fát. Na mindegy, azt hiszem rossz irányba kereskedtünk fával. Belefér. Egyenlőre. Építjük tovább a kovácsot. Előbb-utóbb meg lesz végre. Nem egy jó csúdarab. De lassan meg lesz. Ott a fa. Remek. No, mindjárt meg lesz a kovács, és hát ha abból valami kisül. Hát annak lesz valami teteje, hogy végre meg lesz. Eladtunk fát. Jó, most egy darabig várunk. Úgyhogy azzal mehet még egy felderítés, még egy partner létrehozása. Most. No. És miért sír? Azon kívül, hogy esetleg kifosztottak? Ahogy újabb kutatások végtelenjei. Hmm. 11 fa. Hát az belefér. Gyorsabb építkezés. Rengeteg mindent fejleszgethetünk. Hát, ettől nem lettem előrébb, azt megmondhatom. Azt hiszem ezt fogjuk tolni. No. Mit érdemes építeni, alomtól, hogy mindent. Annyi fám nincsen, hogy gyorsabb kutatás meg legyen, de legyen egy kis védelem. Az sose fog ártani. Jó. No, legalább növekszik a fa. Arany az fogy, de minden nem lehet meg. Lakosság is lassan növekszik. Előbb-utóbb abból is lesz valami haszon. Mert nagyon nem látom az észvesztő hasznokat. Belőle. Rendben. Valakiket elő akar ásni, de nem látom itt a szöveget, hogy ki és mi akar előjönni. Gyorsabb fejlesztés, nyilván jó lenne. Na jó, fejlesztük ki a házat. Az sose fog ártani. Költözzünk be a
sátorból a házakba. Talán előrébb visz majd. Buhú, Gilszmester, mit akar tőlem? Gazdaggá akar tenni. És újabb kereskedelmi partner. És ilyenkor frissen, nagyon olcsón akarnak eladni nekünk dolgokat. Akkor vegyünk követ, amit aztán majd eladunk. Ez jó taktikának mi bizonyult korábban. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet, de általában jó taktikának bizonyult eddig. Úgyhogy maradjunk ennél. Ő a növekedésére akar segíteni, de egyelőre nem tudom, hova gyűlnek ezek a tanácsnokok. Orvos, az sose fog ártani. Lássuk be, hogy állunk. Halad az ügy. No. Női ügyek és leendő feleségeimmel akar majd hűvészkedni, meg ruhákat varni. Hasznos. Előbb-utóbb. No, kinek tudjuk eladni ezt a sok-sok jó kis követ? 29, 40. Azt mondom, 40 az egy nyerő ötlet. 1000 bevétel, 25 kő. És persze, hogy annyira egyértelmű, hogy csökkentem a kövek számát. Minuszt írok ide, akkor adok el. No, hát akkor csődbe is mentem. Vagy mi történt? Vagy a mínuszt azt így egyszerűen fölnyelte valami. Látom, a mínuszt fölnyelte valami. Hát, ez a része nagyon-nagyon helytelennek érzem a kereskedelembe. Épp elég baj, hogy olyan, amilyen. Ja, és akkor ugye nem is tudjuk építeni a... No. Kém. És egy aranyat elloptak. Na, az mondjuk belefér. Na, talán nem nagyon katasztrófa. 40-ért nem fogjuk eladni azt a követ. Bár még így is azt hiszem összességében pozitívra jöttünk ki, mert a mínuszt azt egyszerűen lenyelte a rendszer. Indokolatlanul. Úgyhogy azt megspóroltuk. Jó, hát jönnek az emberkék, de nem jelent semmit. Majd egyszer lesz belőle valami. No, van még eladható 25 kövünk. Ott egy 45, 41. No, hát összességében nem azt mondom, hogy katasztrófa lett, de katasztrófa lett az ügy.
Jó, fejleszünk valamit, még nem tudom mit. Egyre craftingunk semmi nincs. Nem is tudom, hova kéne azt tennem. Oké. Ja, hogy a Carpentert azt már kijelöltük valamikor. Úgyhogy nem tudok mást építeni oda, fejleszteni. Lassan megértem, hogy mi a gond. No, hát lássuk. Végre tudunk haladni a fejlesztéssel, az építkezéssel. Fa az még mindig pozitív. Trónteremben várnak. Azt kell már tudnom, hogy hogy jutok el a trónterembe. Aha. No, mit akarnak? Random emberkénk. Döntsünk az ügyeikben, királyként dolgom, hogy... legyenek dolgaink. Kaptunk egy egészséget. Aranyat akar, hogy... legyen! Hát, ha csinál orvosságot nekünk. Na, 25-ért vettünk egy egészséget. Legyen az bármi is. Azt hiszem egyébként elég drága, mert rengeteg idő, amíg fejleszgetjük, nagyon lassan. Ha így kell fejleszgetni. No, hát innen folytatjuk legközelebb. Felemás a hozzáállásom. Aranyos a maga nevébe, csak elképesztően lassú.